A már emlegetett Milla csoport főszervezője, Juhász Péter a vendégem. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Azért mondom, a már emlegetett, mert ezelőbb megkérdeztem Szekeres Imrétől, hogy hát önöknek a mai közleményből úgy látom, hogy a szocialisták nem kellenek. Ők nyitottak minden együttműködésre, de akkor ezt értsük úgy, hogy gyakorlatilag a civilek, és most akkor hívjuk Milla csoportnak a civilek tömörülését ezúttal, tehát abszolút elutasítják a jelenlegi parlamenti politikai pártokat? Nem pontos ez a kifejezés. Az a pontos, hogy az MSZP ilyen formában nem kell, hogyha ugyanazt a politikát folytatják, amit az elmúlt 10-12-15-20 évben folytattak, hogy kizárólag a látványpolitika számít, kizárólag a saját hatalmuk megőrzése, és eszerint folytatódik minden, és ennek van alárendelve minden. És úgy tűnik, hogy azért erre van valamiféle folytonosság, hiszen pár napja kiszivárgott az éppen aktuális stratégiájuk, mert mondták, hogy ez az 1.0-as verzió, és már 2.4-nél járna. Nem, ez ilyen 0.0-as, mert ez a verziónak az előverziója. Nekem az volt a baj vele, hogy én ezt elolvastam. Az volt a baj, hogy teljesen hihető volt. Tehát a cselekvés az nagyon egybevágott azzal, ami ott le volt írva. Pontosan azt látjuk, hogy ez a fajta hatalomgyakorlás és ez a fajta politika folytatódik, és ilyen módon én azt gondolom, hogy aki a demokráciák tényleg tenni szeretné és abban szeretné élni, annak nem az MSZP nem kell, hanem egy olyan párt nem kell, ami minden mást alárendel a saját hatalma megérzése érdekében. Ez az oka annak, hogy kétharmadot tudott nyerni a Fidesz, ami hát egy nagyon, hogy mondjam, erre klapuló politikát folytat, és azt gondolom, mindenki, aki egy kicsit is demokrata, az ettől undorodik, de ez nem véletlen, hogy ők kétharmadot kaptak. Azt gondoljuk, hogy van egy-másfél éve, két éve az MSZP-nek, és hogy próbáljon meg változtatni ezen, hitesse el velünk, hogy ő tud változtatni ezen, és abban a pillanatban van miről beszélnünk. Ezért mondjuk mi azt, hogy szeretnénk meghirdetni a politikai elitváltás programját, hogy olyan politikusok kerüljenek hatalomra 2014-ben, akik másokért hajlandóak politizálni, és nem saját magukért. Szóval minden más esetben abszolút egyetértenék önnel, viszont így most, hogy erre a bizonyos kiszivárgott előtanulmányra, tehát hogy milyen választási stratégiája lesz az MSZP-nek hivatkozik, azt mondom, hogy nincs teljesen igaza, vagy talán az a félrevezető, és azért értelmeztük kétféleképpen, tehát maga az anyag az úgy, ahogy van így az egészében, nekem sem nyerte meg nagyon a tetszésemet, de én meg sokkal inkább úgy értelmeztem, hogy igen, nagyon-nagyon sok szinte minden pont arról szól, hogy hogyan kell modernizálódni, hogy kell használni, felhasználni jó értelemben az internetet, az SMS-t, nem tudom micsodát, és tényleg mindig ott van, hogy azért, hogy le tudjuk győzni a Fideszt. De ezt lehet, hogy ön úgy értelmezte, hogy azért, hogy mi kerüljünk hatalomra. Nem, hanem, hogy a szocialisták egyáltalán azon gondolkodtak, hogy a jelenlegi kétharmados többséget és egy ilyen szavazói, még mindig meglévő szavazói bázissal, hogyan, milyen úton kell az MSZP-nek megújulni, változni, hogy le tudják váltani, mármint hogy a Fidesz. De ez nem biztos, hogy azt jelenti okvetlenül, hogy azért akarjuk leváltani, hogy végre mi kerüljünk hatalommat, nem? Hát nem tudom, nekem nem tudta elkerülni a figyelmemet az a rész, amiben azt fejtegetik, hogy az a céljuk és az a stratégiai szempont, hogy ők legyenek az egyetlen lehetséges váltó tényező, és ezt a helyzetet akár mesterségesen is elő kell állítani. A számomra, mint civil ember, azt az üzenetet hordozza, hogy azokat az egyébként azt gondolom releváns mozgalmakat, amelyek elindultak az elmúlt időszakban, azokat a pártokat, amik próbálnak a felszínre törni, el kell nyomnia az MSZP-nek azért, hogy bármi áron a Fidesz-el szemben csak az MSZP jelenthessen alternatívát. Minden más ennek van alárendelve. Erről ne legyen megértő, véletlenül se kérem öntől azt, hogy legyen megértő valamelyik párttal szemben, én se vagyok az. De az, hogy ők azt gondolják, tehát én meg megint azt olvastam a sorok között, hogy váltó tényező akarnak lenni és egyedül, ennek meg lehet, hogy az a gyökere, hogy látják azt, hogy hát a Gyurcsánnyal szövetkezni, az rémciki, ha már egyszer megszabadultunk tőle. Az LMP-vel szövetkezni így, hogy gyakorlatilag folyamatosan rájutnak kőbunkóval a kezünk, hogyha rólunk van szó, lehet, hogy azokkal is ciki lenne összeállni, tehát, hogy nincsen partnerük, ezért akarják saját magukat mesterségesen felduzzasztani. Maga, tehát az előbb itt hallottuk az MSZP egyik vezető politikását, hogy összefogásra van szükség. Most volt a föl, hogy kikkel nem fognának össze maga szerint, hát én ugyanerről beszélek. Tehát, hogy hát a Gyurcsányon nem, hogy, tehát LMP-ben igen, csak az LMP utasítja. Most az van, hogy tényszerűen én most idefele hallgattam a rádiót, kijött egy legújabb Sonda Ipsos felmérés, a teljes lakosság körében 15%-on áll az MSZP. Ez önmagában nyilván nem lesz elég. Mindenit is lezzá vesz, Tibor, majd elmondja. Hát erről beszélünk. Tehát, hogy az oka annak, amiért mi ezt kihoztuk, és szeretük volna szembesíteni ezzel az MSZP-t, hogy adjuk meg a lehetőségét annak a változtatásnak, mert ilyen módon nem hiszem, hogy lesz olyan demokráciában gondolkozó civil válaszol, hogy ezt nem tudom, hogy kell megfogalmazni,
ugye látszik a támogatásból, hogy azért nagyon sokan, az emberek kétharmada nem tud ezekre a pártokra szavazni, nem tudja eldönteni, hogy kire menjen. Igen, de hogy kell megújulni? Tehát mi az, maguk a szocialisták se tudják, hogy kell megújulniuk. Tehát milyen változáson kell átesnie, akkor mindenkit felsorolhatunk? Az MSZP-nek, a DK-nak, az LMP-nek, tehát mit kell csinálniuk? Ehhez szeretnénk segítséget adni október 23-án. Pontosan erről szól, hogy meg szeretnénk mutatni, hogy mi az elvárása különböző társadalmi csoportoknak, akik úgy érzik, hogy ki vannak taszítva a hatalom közeléből is, akiknek az érdekei nincsenek képviselve. Mondjon egyet. Akik azt tapasztalják, mondjam a közmunkásokat, mondjam a munkanélkülieket, akik itt van a óriás számban. Ezt tudom, hogy kikre gondol, hogy rólunk mindannyiunkról. Ezt ők elmondják. Hála a jó Istennek nem vagyok közmunkás. Én mondjuk azt, hogy a médiához viszonylag közel állok, tudnék beszélni nagyon szívesen, és beszélek szívesen, hogyha erre kíváncsi a média szabadságról, hogy volt ez leuralva a Fidesz előtt két párt szintjén, vagy két érdekkör szintjén, és hogy van ma egy szintjén. De ezek nem véletlenek. Egyszerűen annyi történt, hogy túlnyerte a másik. Én ehhez értek, erről szívesen beszélek. A színpadon el fogja mondani a közmunkás, el fogja mondani a tanár, el fogja mondani a munkavállaló, a vállalkozó, nagyon sokféle ember, aki egyszerűen nem kerül a hatalom közé, és nincs képviselve. Én a vidéket járom 3 éve, heti rendszerességgel, heti 3-4 alkalommal kerülök valahogy 200 kilométerre messze Budapesttől. Ott azt tapasztalják az emberek, hogy a pártok képviselői azok lejönnek hozzájuk, és elmondják, hogy a párt üzenete micsoda, és ezt kell követni, és ezt terjesztik ott. Mi azt mondjuk, hogy a pártok képviselői jöjjenek le vidékre, hallgassák meg az embereket, és képviseljék ezt a parlamentben. Ez lenne a demokrácia. Na, szóval ez így nagyon-nagyon helyes. Tehát egy civil összefogás és egy civil megemlékezés, hogy ilyen rendezvényen valóban ne a vezérszónokok, ne volt, vagy jelenlegi ilyen-olyan politikusok legyenek maguk a civilek, és mondják el, hogy mit szeretnének. De még mindig nem tudom, hogy ebből aztán hogy lesz bármelyik pártnak megújulása. Meghallja a civilek szavát, az egy nagyon fontos dolog, de ettől még majd, tehát személyében hogy fog megváltozni? Vagy a személyek nem lényegesek? Hát nem lényegesek, hát pont erről beszélünk. Hát Szekeres Imrét azért már elég régóta látjuk a televízió képernyőjén, tehát nem gondolom, hogy mondjuk az MSZP változásának a szimbóluma. Személyeken például lehet mutatni azt, hogy változások történnek. Lehet mutatni a politikán, lehet mutatni azon, de nem a politika fontosabb, mint a személy. Tehát az, hogy most Szekeres Imre mondja, gondolom, vagy... A politika hitelességét az a személy fogja adni, aki végzi azt a politikát. Nem tudunk elvonatkoztatni attól, hogyha nem tudom, mondjuk egy gárdista ideál, és azt mondja, hogy egyébként minden cigányt imádok, akkor valószínűleg az el fogunk gondolkozni azon, hogy ő ezt komolyan gondolja, vagy nem, mert hiteltelen lesz valószínűleg így első körben, mert hogy önmagában az, hogy gárdista ellentétben áll ezzel. Amikor egy korrupt politikus ideális azt mondja, hogy mostantól nem fogadok el kenőpénzt, akkor ez olyan rosszul hangzik. Valamilyen bizonyítékot le kell tenni az asztalra, amiben segítséget szeretnénk adni, programot szeretnénk nyújtani azon emberek által, akik az életükkel, a saját területükön hiteles dolgot visznek végbe, hiteles dolgot következetesen képviselnek 10-15-20 éve, és jó, azt tapasztalják, hogy akár Fidesz kormány, akár MSZP kormány volt hatalmon, szembe kellett, hogy álljon velük. Ki mondja azt, hogy korrupt politikus? Tehát ki az, akiről ön tudja, hogy na, ez korrupt, és nincs Rács mögött? Hát most ugye, hadd ne kergesem saját magam egy perbe, igen, vagy nem tudom hova. Nem. Gondolom, hogy nagyon sok olyan személy van, akiről azért nagyon sokan azt sejtjük, méghozzá erősen. Erre voltam kíváncsi, nyilván nem nevekre, hogy azt sejtjük. Uh-huh. Ez lehet, hogy azért sejtjük, és most ez lehet szocialista, vélt korrupt politikus, lehet fideszes, vélt vagy valós, mind a két esetben politikus, mert hogy a másik tábor elkezdte róla híreszteni, nem? Én nem ebből indulok ki. Én abból indulok ki, megint csak azt tudom elmondani, hogy vidéket járom. Hallom ma, hogy mennek a pályázati elosztások, mesélik az helyben élő emberek, akiket keresnek meg különböző szereplők, hogy kinek mennyit kell visszahoztani, és most már az történik, hogy leülök egy polgármesterrel beszélgetni, beszámol arról, hogy jön egy pályázat, és én el tudom mondani neki, hogy kinek mennyit kell visszaadni, és így áll, és néz. És ugyanezt tudom elmondani az előző kormány alatt is, nem volt ennyire központosítva, nem volt ennyire szorosan véve, ugyanez a korrupció működött, hogyha kitekintünk a személyes tapasztalatból, akkor vannak erre azért civil szervezetek, akik korrupciót vizsgálják, megállapították, hogy folyamatosan növekszik. Évi 3-4 ezer milliárd forint az, ami a korrupciós csatornákon elfogyik a költségvetésből. Igen, tehát, hogy de ez most... Erről beszélünk. Tehát, hogy ha pártfüggő vagy emberfüggő? Mert ha nem pártfüggő, tehát ha lop az egyik is, meg lop a másik is, mert hogy egyik párthoz másik párthoz tartozó, akkor ez emberfüggő. Márpedig ha emberfüggő, akkor feltételezhetjük azt, hogy most nevezhetjük majd a jövőt, tehát jön az erdész, és mindenkit kizavar az erdőből, tehát az eddigi összes pártot elfelejtjük, lesz a nem tudom, a pipacspárt, vagy vadvirágpárt, de ott is csak gyarló emberek lesznek majd. Tehát mi a garancia arra, hogy a korrupciót azt így
megállítjuk, mert elzavartuk a pártokat. Igen, nem, ezt szóval nem mondjuk, hogy zavarjuk el a pártokat, a szeretnénk. Én mondtam. Igen, csak azért, hogy véletlenül sem kerüljek ebben a helyzetbe, hogy mintha én mondtam volna, bár sok mindenben nyilván egyetértünk, de ezt véletlenül sem állítanék ilyet. Azt gondolom, hogy a politika, a fölülről jövő üzenet az egy nagyon fontos tényező, az, hogy a politikusok példát tudnak mutatni az egyéneknek, ez lenne az út. Abban a pillanatban, hogy azt látják, alsóbb szinteken ennek a láncnak, hogy kerül le a pénz mondjuk a pályázat kiírójától, a felhasználójáig, vagy a magához a célcsoporthoz. Azt tapasztalják az emberek, hogy a különböző láncszemeknél folyik el a pénz, akkor senkinek nem lesz gátlása. Ezt meg lehet állítani, ezt csak fölülről lehet megállítani. Példát kell tudni mutatni, ehhez hiteles emberekre van szükség, hiteles politikára van szükség. Ebben a pillanatban ez a lánc szépen lassan el fog tűnni. Fölépültek már demokráciák, mindenhol van korrupció egyértelmű, nem azt gondoljuk, hogy nullára fog leérni, de ennek azért vannak szintjei. Magyarországon ez irreálisan magas az Európai Unió átlagához képest is, és ahhoz képest, amennyi pénzünk van úgy egyáltalán, ahhoz képest én azt gondolom, hogy minden forint nagyon kell, hogy számítson, mert mondjuk én a roma integrációt látom azért első körben, már úgy értem, hogy első kézből a munkám során, gyakorlatilag nem kerül le pénz a célcsoporthoz, hanem elfolyik szépen lassan különböző csatornákon, különböző bekeken. Hogy lesz ez az október 23-a? Konya Péter itt jelentette be, hogy egy nagy ellenzéki, demokratikus ellenzéki összefogás jegyében történő megemlékezést és magát az összefogást fogják ott bejelenteni, tehát minden demokratikus ellenzéki erőt várnak majd az október 26-ai rendezvényre. De az eddigi hírek arról szóltak, hogy a szolidaritás mindenkit vár, egy helyen, és a gomillások meg egy másik helyen tüntetnek. Most összeérnek, vagy hogy lesz ez? Hát én azt hallottam, hogy mivel nem tudok válaszolni, Konya Péter bejelentette itt, mi bejelentettük a rendőrséget január 20-án, ha emlékszik, még akkor is voltam itt 100 évre előre. Igen. Tehát hogy azt gondolom, nagyon sokszor pont azt a kritikát kapjuk, hogy mennyire kiszámítható a Milla, hiszen mindig csak ez a két nagy tüntetés. Jó, de és nem beszélnek egymással? Dehogy nem. Hát én pont ezért csodálkoztam, amikor láttam a műsort, és Konya Péter bejelentette itt, hogy nagy ellenzéki összefogás lehet. Jó esett volna, hogy előtte mondjuk egyeztet velünk is. Azért nem lehet tudni. Beszéltünk telefonon, már is meg volt beszélve, hogy találkozunk, de egy órával előtte családjogokra hivatkozva lemondta. Most hát, ha holnap találkozunk, éppen itt tartunk, mindenre nyitottak vagyunk. Abban biztosak vagyunk viszont, hogy nem pártokkal szeretnénk tüntetni. Tehát, hogyha a szolidaritás azt mondta, hogy bárkit, aki a demokratikus összefogás jegyében csatlakozni akar, hozzájuk ezen a napon, tehát ők nem tettek kivételeket. Ha most a szolidaritásnál ott lesznek a parlamenti pártok, akkor már az kizárt, hogy a Milla csoport és a szolidaritás által szervezett az egy legyen? És egy hát, nagy ellenzéki tüntetés, vagy demonstráció, vagy nem tudom mi legyen? Hát mondom, én úgy tudom, hogy ők onnan, nyilván nekik valamiért fontos az, hogy a saját közönségük előtt beszéljenek külön egyet. Ez így volt március 15-e előtt, ugye 10-ére bejelentettek egyet, most azt mondják, hogy gesztus gyakorolnak, és szeptember végén nem tartanak egyet, de bejelentettek aznapra két órával előbb egyet. Tehát valamiért ez fontos, úgy látszik, hogy ők az MSZP és a Demokratikus Koalíció hívei előtt is mondjanak egy beszédet, de ha jól tudom, akkor utána átjönnek a Milla tüntetésre. Mi annyit kérünk, hogy a pártlogókat, azokat nálunk már ne használják. Nagyon örülünk a jelenlétnek, politikusok jelenlétének is nagyon örülünk, hiszen olyan beszédek fognak elhangozni, ami nekik van megfogalmazva. Nem lenne célra vezetőbb, hogyha tényleg egy ilyen össznemzeti és a nemzet érdekében hirdetett összefogásról beszél mindenki a maga szintjén, legyen az politikus, legyen az szakszervezeti vezető, legyen az civil csoport főszervezője. Hogyha azt mondanák, hogy most nem érdekelnek a pártlogók, semmi nem érdekel együtt, és mutassuk meg, hogy ez már nagyon sok ember. Ez a nagyon sok ember, aki most ide kijött, egyet akar, mert azért jöttek ki. De mi így leszünk ott együtt, mindannyian, minden párt képviselő ott lesz. Engem most mielőtt ideértem, úgynevezett erősen nemzeti jobboldali ember hívott föl, hogy a Millát tartja a leghitelesebb politikai szereplőnek, mert igaz az, amit beszélünk. Nem ért egyet mindennel, sőt, vannak ellenvetések, de hitelesnek tart. Lesznek ott fideszes szavazók, biztos vagyok benne, hogy MSZP szavazók is ott lesznek, hogy értik, hogy a megújulást szeretnénk. Ott lesznek a Demokratikus Koalíció szavazók, ott lesznek az LMP szavazói, ott lesznek a Szemályi, a 4K-ja. Pártlogót ne hozzanak magukkal, hogy ne ez a csetepaté menjen. Mindenki ott lesz egyben, egy nagy tüntetésen, biztos vagyok benne. Felejtsük el egy pillanatra pártokat, vegyük tudomásul civilek, hogy a pártok vannak értünk, és nem mi értük. Szervezzenek a pártok civileknek demonstrációt, azt mondják, hogy civileket viszünk a színpadra, és meghallgatjuk a véleményüket. Elképzelhető az, hogy mégiscsak összeér ez a két demonstráció, és egy lesz belőle? Tehát nem az, hogy átmennek egyik helyről a másikra, hanem azt mondják, hogy akkor együtt és egy helyen, és a színpadon nem lesz pártlogó, hogy a közönség soraiba ki, melyik politikus jelenik meg, az teljesen szíve joga.
Elképzelhető? Nyilván elképzelhető. Tehát önök részéről nincs akadálya? Hát soha nem is volt. Mondom, mi azt kérjük, hogy már logók ne jelenjenek meg, de minden politikusnak üzenetek hangoznak el, fontosnak tartjuk, hogy ott legyenek. Nekik szeretnénk megfogalmazni azokat az elvárásokat, amit a vidékről jött, traktorral jövő közmunkások, bárkik, akik fölkerülnek majd a színpadra, a nőjogi aktivistáktól kezdve a tanárokig, bárki, a diákokig, akik tanulni szeretnének tovább, elmondják, hogy ez a politikusoknak szól, nekik szervezzük tulajdonképpen ezt a civil tüntetést, nem véletlen, hogy ennyien szoktak ott lenni. Nagyon sokan szeretnék átadni ezt az üzenetet, hogy szeretnének valakire szavazni, csak nincs kire pillanatnyilag. Tehát ezt nem mondhatjuk azt, hogy a Milla tüntetés, ez kimondottan a kormány elleni tüntetés, hanem inkább a jövő érdekében, és a jövő érdekében megfogalmazott üzenetekkel. Azt hiszem sajnos, hogy ez a kettő ma egyet jelent. Tehát azt gondoljuk, hogy ha valaki demokráciában gondolkodik, akkor nyilvánvaló, hogy az első lépése ez az Orbán kormány leváltása. Nincs szó arra, hogy mit művelnek a kormányzásuk alatt, és mit neveznek demokráciának. Tehát első az, hogy le kell váltani az Orbán kormányt, és egyébként jövőbe néző üzeneteket szeretnénk. Mindig azt kaptuk eddig, ugye, hogy mi csak protestálunk, és mindig valamivel szembe megyünk. Itt most egy változás lesz, tehát el fognak hangozni igen komoly politikai üzenetek. Mi magunk is azt tervezzük, hogy megteremtjük a képviseletet valamilyen módon ezeknek az embereknek, akiknek nincsen. Nem hagyta, hogy befejezem, ez nem azt jelenti, hogy párt alakulunk, hanem hogy létrehozzuk azt a fajta szövetséget, segítünk, vagy részt veszünk abban, hogy létrejön az a szövetség, ami lehetőséget ad arra, hogy a valóban demokraták egy demokratikus kérdőzményre szavazzanak majd 2014-ben. De választáson, hogy a pártok indulnak. Tehát, hogy most akkor előbb-utóbb dönteniük kell, hogy vagy melyik pártot támogatják, vagy melyik párt szövetséget támogatják, vagy pártá alakulnak. Igen, ez most október 23-án még nem dől el. Egyelőre nincs kit támogatni, tehát egyelőre most mondom, a feltételeket szeretnénk valamilyen módon megfogalmazni, nem a Milla feltételeit, hanem számos civil szervezet, szerveződés és magánszemély értelmezett, akik különböző településeken az életüket áldozzák gyakorlatilag bizonyos ügyekért, ők fogják megfogalmazni, hogy nekik a munkájuk végzéséhez milyen, mire van szükségük. Ahogy ez kialakul, és megjelenik egy olyan pártösszefogás mondjuk, vagy egy választási koalíció, hogy bármi, ami ezeket képviselni tudja, ott lesz a Milla mögött, erről biztosíthatom. Izgalmas lesz az október 23-a. Köszönöm én szépen, hogy itt volt. Mindjárt folytatjuk a reklám után. Itt lesz Szigeti Péter, az OVB volt elnöke, aztán Závesz Tibor és Balogh Zoltán. Maradjanak velünk.